Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket az Operatív Törzs csütörtöki tájékoztatóján. Elsőként kérem hallgassák meg Kis Róbert rendőralezredes úrnak, az Operatív Törzs ügyeleti központ munkatársának tájékoztatását. Köszönöm szépen, tisztelettel üdvözlöm Önöket! Figyelemmel a koronavírus járvány elleni védekezés második szakaszára, az Operatív Törzs ügyeleti központja továbbra is ellátja ügyeleti tevékenységét, rendszeresen gyűjti, elemzi és értékeli a járványügyi adatokat, valamint a szomszédos országok által bevezetett intézkedéseket, hogy indokolt esetben a korlátozó intézkedések felfüggesztésére, illetve megszüntetésére tegyen javaslatot. Az elmúlt időszakban meghozott korlátozó intézkedéseket enyhítő intézkedések eredményeként az általános szabályoktól eltérően hatósági házi karantén elrendelése nélkül a magyar állampolgárok személyforgalomban a Cseh Köztársaságból, a Német Szövetségi Köztársaságból, az Osztrák Köztársaságból, a Szlovák Köztársaságból, a Szerb Köztársaságból, valamint a Szlovén Köztársaságból, illetve várhatóan péntektől Horvátországból beutazhatnak Magyarország területére. Tájékoztatom Önöket, hogy 2542-re emelkedett a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló, mobiltelefonra tölthető és telepíthető informatikai alkalmazásra regisztráltak száma, így a mai napon az aktív felhasználók 783-an vannak. Az elmúlt 24 órában 424 hatósági házi karantén került elrendelésre, így a mai napon az érvényben lévő és elrendelt hatósági házi karanténok száma 9160. Tájékoztatom Önöket, hogy 437-re emelkedett a járványüggyel összefüggésben elrendelt büntetőeljárásaink száma. Rémhírterjesztés ügyében 125 esetben, közveszéllyel fenyegetés miatt 29 esetben, csalás ügyében 132 esetben, míg járványügyi szabályszegés miatt 28 esetben indítottunk büntetőeljárást. Ezekben a büntetőeljárásokban 80 főt gyanúsítottként hallgattunk ki. Köszönöm szépen. Köszönöm a lezredes úr. Most kérem hallgassák meg dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos asszony tájékoztatását. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. A mai napon 4039 igazolt fertőzöttet tartunk nyilván Magyarországon, akik a járvány kezdete óta pozitív laboratóriumi lelettel rendelkeztek. Közülük 553-an hunytak el, ez sajnos két fővel emelkedett az elmúlt 24 órában. Fogadják a családok részvétünket. Az elmúlt 24 órában a pozitív eseteknek a száma 12 fővel nőtt. Ez arra int minket, hogy noha a járványnak egy lecsendesedett, megnyugvó szakaszában vagyunk, mégis naponta egy-egy eset kapcsán, annak a környezet szűrése kapcsán, kontakt szűrése kapcsán még mindig igazolunk 10 körüli, 10 alatti pozitív esetet hazánkban. A gyógyultak száma minden nap emelkedik, most már 2391 fő gyógyult meg, illetve vált negatívvá az elmúlt pandémia időszaka alatt. Így egyértelmű, hogy az aktív fertőzöttek száma napról napra csökken. A mai napon 1095 főt tartunk nyilván. Emlékeznek talán arra, hogy tegnap ez a szám még 1121 fő volt, tehát napról napra csökken az aktív fertőzöttek száma. Kórházban jelenleg 321 főt ápolnak, és 19-en vannak lélegeztetőgépen. Régebben számoltam már be a mintavételek számáról, tehát a laboratóriumokban a munka továbbra is ugyanazzal az erővel, ugyanazzal a kapacitással folytatódik, mint korábban, csak nyilvánvalóan a pozitív esetek száma lényegesen kevesebb, de az elvégzett mintáknak az analízise, a vizsgálata ugyanolyan tempóban zajlik most is, hiszen számos helyen szűrővizsgálatokat végzünk, így az idősek otthonában, egészségügyi dolgozók között is. Mint egy ezer körüli, egy ezres nagyságrendű az a laboratóriumi vizsgálati szám, amely naponta elkészül. Így már a 222.240
47 az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok száma. A 12 új pozitív esetet az alábbi helyekről regisztráltuk: Budapestről 3-at, Hajdú-Bihar megyéből 1-et, Komárom-Esztergom megyéből szintén 3-at, Pest megyéből 1 főt, Szabolcs-Szatmár megyéből 3-at és Zala megyéből 1 új pozitivitást regisztráltunk. Ezek nem mutatnak összefüggéseket, egy-egy eset a területről még láthatjuk, hogy előfordul. A jelentős változás ezzel a 12 új pozitivitásában arányaiban nem változtatja meg az eddigi számokat, ezeket külön most nem jellemezném, tehát a 100 000 főre eső megbetegedési arány ugyanaz, mint az elmúlt napokban volt, tehát továbbra is azok a megyék érintettek, illetve Budapest, akik korábban is, az arány változatlanul országos szinten 41 fő esik 100 000 lakosra, és 5 elhunyt szintén 100 000 lakosra. A Központi Statisztikai Hivatal ismételten megjelentette az új számokat, eredményeket, és ebből látjuk azokat a népmozgalmi adatokat, amelyek jellemzik ma hazánkat. Ezek nagyon kedvezően alakulnak, nyilvánvalóan a nap során több médiában is majd hallhatjuk ezeket. Amit kiemelnék járványügyi szempontból, korábban már beszámoltunk egy előző adatközlés során, hogy a járvány alatt Magyarországon nem volt többlethalálozás, sőt, most már a 2020. január-áprilisi adatokat, tehát ezt a 4 hónapos intervallumot figyelembe véve arról tudunk beszámolni, hogy ezen időszak alatt 45.015-en haltak meg hazánkban, ami 6,4%-kal kevesebb, mint az elmúlt évnek ugyanezen szakaszában. Ezt a csökkenést az influenza aktivitás kisebb mértékének tudjuk be tulajdonképpen, hiszen az influenza időszakban mindig számolnunk kell jellemzően egy többlet halálozással, ami most elmaradt értelemszerűen a járvány miatti korlátozó intézkedések egyértelmű, hogy az influenza terjedésének is gátat szabtak. Vizsgálják a nemzetközi irodalomban is a szakemberek, a nemzetközi kutatók próbálnak betegség modellezést elvégezni, hogy megbecsüljék azt, hogy ezek a bevezetett intézkedések, amelyek Európa szerte, így Magyarországon is ideje korán bevezettünk, hány emberéletet mentettek meg. Az adatok szerint megközelítőleg, nyilvánvalóan ez becsléseken alapul ez a szám, Európában körülbelül 3 millió életet sikerült megmenteni azzal, hogy a járvány során, a járványt megelőzően idejekorán bevezettük azokat a korlátozó hatósági intézkedéseket, és pontos szakmai iránymutatásokkal segítettük a lakosságnak a viselkedési magatartásait, aminek köszönhetően egyrészt a hatóság tevékenysége, más pedig és főképpen a lakosság együttműködésének köszönhető az, hogy Európában is és Magyarországon is viszonylag kevés áldozattal sikerült, illetve ezzel a 3 millió élet megmentésével Európa szerte kezelni ezt a járványt. A Nemzeti Népegészségügyi Központban már januárban rendelkezésre állt egy olyan vírus kimutatására alkalmas módszer, amit mi úgy mondunk, hogy in-house módszer, tehát
a kutató laboratóriumi kollégáim kifejlesztettek a vírus kimutatására alkalmas módszert, és nagyon korán elkezdtük ezeket a vírusvizsgálatokat, kimutatásokat, és január 28-án történt meg nálunk az első PCR vizsgálat. Eddig összesen több mint 217 ezer mintavétel történt, illetve említettem, hogy mai napra már több mint 222 ezer, és ezt folytatni is fogjuk, hiszen követnünk kell a vírusnak a megjelenését, az útját, az esetleges halmozódásokat és minden olyan járványügyi szempontot, amely egy figyelő szolgálat segítségével egy járványügyi éberséget tart fenn. Nagyon fontos az, hogy továbbra is kövessük azokat az alapvető higiénés szabályokat, amelyek most a felszabadító lehetőségek mellett is nagyon fontos, hogy érvényre jussanak. Köszönöm szépen. Köszönöm, tiszti főorvos asszony. Nézzük az újságírói kérdéseket. A Fejér megyei hírlap megkeresése. Június 15-én nyithatnak a könyvtárak. Van-e előírt eljárásrend a könyvek fertőtlenítésére, amit a nyitás után is be kell tartani? A könyveket nem kell fertőtleníteni, tehát nyilvánvalóan azokat a takarításokat elvégzik a nyitás előtt a működtetők, a fenntartók, amelyeket szokásos módon el szoktak végezni. Nyilvánvalóan a portalanítás az egy alapvető dolog, hiszen abban a porban jellemzően bármilyen kórokozó, atka, gomba, bármi megtelepedhet. Azokat a fertőtlenítési szabályokat kell itt is alkalmazni, amelyeket a közösségi terekben szoktunk, tehát amit gyakran érintünk, illetve a mellékhelységek, a bútorzatnak a takarítása és a fertőtlenítése szükséges. Azt javaslom, nyilvánvalóan hosszabb időt töltünk el egy-egy kutatással a könyvtárban, vagy csak érdeklődéssel, vagy a saját szórakoztatásunkra. Tartsuk meg ott is a kellő távolságot egymástól. A Nógrád megyei hírlap kérdezi, létezik egy olyan konkrét határérték az aktív fertőzöttek számát, vagy a lakossághoz viszonyított arányát illetően, amikor kijelenthető, hogy lényegében vége a járványnak? Ha igen, akkor hazánkban mikorra prognosztizálják ennek elérését, a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve? Ilyen konkrét számérték nincs. A klasszikus járványügyi tanban két összefüggő esetet is járványnak tekintünk. Természetesen itt egy légúton terjedő fertőző betegségről, egy vírusos betegségről van szó, és alapvetően a terjedés módja az ez. Látjuk azt, hogy pici mozgások vannak még naponta, hétvégén 3 pozitív, most 10-12 pozitív esetet még naponta regisztrálunk. Ez azt jelenti, hogy a vírus még itt van, köztünk van, kórházban is vannak ápoltjaink, akik pozitívak, láthatjuk, hogy mennyi az aktív betegeknek a száma, napról napra szerencsére csökkent, ami mellett a gyógyultaké meg egyre növekszik, de járványügyi szempontból ez a járvány még nem ért véget, minimális alapszinten láthatjuk, hogy jelen van, ezért egy folyamatos, állandó figyelmet kíván a hatóságok részéről is, és a lakosság részéről is egy alapvető higién és magatartást követel meg. A Békés megyei hírlap kérdése, mikor nyithatnak ki az idősek klubjai?
Úgy gondoljuk, hogy az idősek klubjának látogatási korlátozása hozzájárulhatott idősebb honfitársaink élet testi épségének, egészségének védelme érdekébe. Mivel a jogszabály alapján történő kifejezett korlátozás az idősek klubjait nem érintette, ezért a jelenlegi járvány elleni védekezési helyzetben a védőtávolságoknak a megtartása mellett ezeknek a kluboknak a látogatása indokolt lehet, megkezdhetik a működésüket. Kérem szépen tisztelettel az időseket arra, hogy tartsák be azokat a higién és alapvető szabályokat, amelyeket be kell tartanunk ezeknél a közös helységeknél. Tehát azt kérem, hogy az idősek klubjának a működtetői helyezzenek ki és bocsássanak rendelkezésre vírusölő, készfertőtlenítő hatású szereket az idős emberek részére. Valóban tartsuk be azokat a távolságokat, amelyeket javasolunk, de természetesen a beszélgetéseknek nincsen akadálya. A legfőbb, a legfontosabb szabály pedig az, hogy csak is kizárólag egészséges ember, egészséges idős társunk látogassa ezeket a klubokat. A Heves megyei hírlap megkeresése. Az operatív törzs szükségesnek találja-e még a kórházparancsnokok jelenlétét az egészségügyi intézményekben? Meddig teljesítenek szolgálatot még a kórházakban a parancsnokok? Tájékoztatom önöket, hogy kórházparancsnokaink a jelenleg hatályos kormányrendelet értelmében kettős feladatot teljesítenek az egészségügyi intézményekben. Egyrésztről a helyszínen ellenőrzik a járványveszéllyel összefüggő szabályok betartását, másrésztről az egészségügyi készletek egyéni védőeszközök felhasználását felügyelik. Kórházparancsnokaink a veszélyhelyzet megszűnését követően is az elrendelt egészségügyi készenlét alatt is ellátják ezt a feladatot. Az Inforádió kérdése. Utazhatnak-e már az egészségügyben dolgozók külföldre, és ha nem, várhatóan mikor oldják fel ezt a korlátozást? Tájékoztatom önöket, hogy a jelenleg hatályos kormányrendelet szerint Magyarország területét csak az ágazatért felelős miniszter külön engedélyével hagyhatják el az egészségügyi dolgozók, a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédelmi alkalmazottak, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai, valamint a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alkalmazottai, valamint a kormánytisztviselők. A veszélyhelyzet megszűnését követően várhatóan az utazási korlátozás is feloldásra kerül. Az Origó megkeresése. Egyre többen térnek vissza a napokban az irodákba dolgozni, így egyre többen használják a különböző étel- vagy italautomatákat. De például közlekedési bérletet, jegyet is sokan vesznek automatából. Ezeket mindenki összefogdossa, nyomkodja. Hogyan kerüljük el, hogy használatuk közben megfertőződjünk? Valóban az automatákat mindenki használja, legalábbis sokan használják. Ezeknek a felülete általában sima, tehát ez azt jelenti, hogy nehezen tapadnak meg, nem rücskös ez a felület, általában nehezen tapadnak meg a kórokozók rajta, de nem kizárt. Tehát alapvető feltétel, hogy a működtetője ezeknek az automatáknak folyamatosan és rendszeresen takarítsa, és fertőtlenítse is ezeket a felületeket. Az is egy megoldás lehet, hogy a kihelyezéstől nem messze valakit megbíz a működtető ezzel a feladattal, hiszen ezt gyakran el kellene végezni naponta. Valóban sokan érintik meg ezeket a felületeket. Megoldás lehet az is, hogy mindezeken túl esetleg egy papírzsebkendővel, vagy valamilyen, vagy kesztyűvel, vagy úgy érintjük meg, hogy ne történjék meg a közvetlen kontaktus a bőr, illetve a felület között. Azt is megtehetjük, hogy a használatot követően vagy fertőtlenítő kendővel, vagy ilyen zsebben hordható vírusölő fertőtlenítő géllel elvégezzük a saját kezünknek a fertőtlenítését. De ezek a megoldások adódnak, hogyha ezeket az automatákat használnunk kell. Végezetül érkezett kérdés azzal kapcsolatban, hogy a tegnap elhunyt 37 éves férfi környezetében lefolytatták-e a kontaktvizsgálatokat? Igen, természetesen a tragédiát követően azonnal a kormányhivatalnak a
tiszti főorvossal, megyei tiszti főorvos azonnal a helyszínre ment, és a népegészségügyi szakemberek segítségével feltárta a szoros kontakt eseteket, akiknél a szűrővizsgálatok megtörténtek. Tájékoztatónk végén köszönjük szépen a mai figyelmüket, további szép napot kívánunk önöknek, vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra, viszontlátásra!